Sziasztok! A mostani peca, amin itt kint vagyok a két kisfiammal, nem pergetés lesz, egy teljesen hagyományos, ékegyszerű, spízbotos horgászatra jöttünk a srácokkal. Azt szeretnék megmutatni nektek, hogy ez is írtó nagy élmény, pláne a gyerekek miatt, és pláne majd látjátok, hogy a srácok is hogy élvezik ezt. Ehhez nem kell semmi különleges technika, nem kell hozzá pergetőtáska, nem kell hozzá semmi szaktudás. Kettő darab spízbotot hoztam most nekik, két 4 méteres kompas spízbotot. Ez egyébként nagyon praktikus, mert picire össze lehet csukni, és bármikor, ha elutazunk valahova, mindig visszük magunkkal, és hogyha kedvük támad, akkor tudunk akárhol horgászni. Úszós peca nyilvánvalóan, mint hogy spízbotról beszélünk. Egy kicsikét betettem nekik reggel, és fogják a szebbnél szebb keszegeket. Nagyon nagy élmény, tényleg egy kanna, két bot, pár horog, egy-két plusz tartalék létre elég hozzá, és nagyon jókat lehet így horgászni. Pláne itt, ahol most vagyunk, itt a Kerektavon, mi nagyon szeretünk ide járni, mert hát nekünk közel van. Nagyon praktikus, mert hogyha egy-két óra múlva megunják a srácok, akkor abba tudjuk hagyni, illetve közel itt van egy étterem és turistaház, ahol jókat lehet kajálni. Hogyha a fiúk megéheznek, akkor oda át tudunk ülni, ott is tudnak egy picikét játszani, és hogyha a pecát abba hagytuk, akkor még mindig lehet itt egy kicsikét futkorászni, élvezni a természetet, és gyönyörű szép helyen vagyunk. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a fajta horgászmódszert is kell, hogy lássátok, és kell, hogy szokjátok, mert ha át akarjátok adni a horgászatot a gyerekeknek, akkor mindenképpen a spízbotnál kell elkezdeni, nem rögtön elmenni a nagy hal felé, meg a pergetés felé. Mit kell csinálni, hogy ide jön a hal? Az is egy megoldás, de én inkább egy kicsikét etetek nektek ide az úszó köré. Mit szóltok hozzá? Etetni kell a úszóba. Próbálok pontosan dobni, és akkor az etetőanyagra oda fognak kúszni a halak. Figyelj csak az úszódat, Andris. Előbb gyanús volt. Figyelj. Sokan szeretnék horgásztársaim, hogy a gyerekeik is horgásszanak, de mik azok a kezdő dolgok, amiket én ajánlanék ahhoz, hogy ezen az úton el tudjatok indulni? Hát először is ne nagy halal akarjatok indítani, én szerintem semmiféleképpen, nyilván nagy élmény egy szép halat fogni még egy gyereknek is, de egy egyszerű spízbotos horgászat sokkal több kapás élményt nyújt, meg sokkal több halat fognak fogni, megszokják a botnak a kezelését, hogy kell bedobni, orsó nélkül először, és örülni fognak minden apró halnak, mint ahogy itt láthatjátok a srácok is. A másik jó tanács, hogy ne ijedjetek meg, eleinte biztos, hogy nem fognak 3-4 órákat nyugton maradni és a székben ülni, ez kizárt dolog. Az Andris is és a Bálint is
először 10-10 perceket bírtak ki, aztán ez mindig tolódott. Lett belőle fél óra, egy óra, most már úgy egész jól el vannak egy-két órát is, de eljön egy időpont, amikor már nem bírják. Akkor el kell engedni az egészet. Hopp! Most éppen az Anis fogott egy szép halat. Ezt azért most megmerítjük gyorsan neki. Szépen kézzel megfogjuk, megmutatjuk, megsimogatjuk, és visszaengedjük. Mindig eljön az az időpont, amikor már nem bírnak ülni a fenekükön. Nem kell kétségbe esni, ilyenkor nyugodtan elindulhatnak játszani, vagy hogyha már eljött a dél és éhesek, akkor tök jó opció ide a hátunk mögé bemenni az étterembe, és enni egy jó kaját. Nagyon szeretik ezt is, azért szeretünk egyébként ide járni a kerektúra, mert minden egy helyen van, nincsen messze, gyönyörű a környezet, halak vannak dögivel, keszegekkel tök jót tudnak horgászni a srácok, jó élmény nekik, sok kapás élményben van részük, viszonylag egyszerűen tudnak halat fogni, és amikor azt megunták, lehet játszani, lehet enni, aztán hazamenni, és higgyétek el, egy ilyen nap után úgy fognak aludni este, mint a bunda. Úgyhogy csak ajánlani tudom, hogy vigyétek a srácokat ki a természetbe.